senki sem tudhatja. Chuck Norris és Mihály Győző. Nem, kezdetben nem ilyen volt. Karen Carlson, Simon Mari. Miért? Miért? Cliff and Cliff, Kristóf Tibor. A karatés védő angyal. Állj meg itt! Innen már gyalog megyünk tovább. Hol a fenébe vagyunk? Nyugi, pajtás! Mindenki szálljon ki! Lefelé! Hé, testvérem, szórakozol velünk? Ez nem fehér embernek való környék. Sétáljál, és ne legyen véleményed a dologról. Ti is utána! Gyerünk! További magyar hangok. Kauczki Armand, Dobránszky Zoltán, Juhász Jácint, Spilák Klára, Szabó Otto, Vas Gábor, Faragó József, Kisfalvi Krisztina. Magyar szöveg Berzsenyi Márta, hangmérnök Schriffert László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Digitál Szinkron BT készítette. Forgalomba hozza a Fórum Film. Szerezte Dick Halligan. Fényképezte Michel Hugo. Forgatókönyvet írta Leigh Chapman. Rendezte Eric Carlson. Picivel mindig a szomszéd parkba sétálunk. Igen, szerintem is ígéretes tehetség. Ó, nagyon köszönöm. Egy ilyen nő lenne jó feleségnek. Szép, de nem túl szép. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Jóval a kedves mosoly. A mozgás alapján az ágyban is jó lehet. Akkor randizzál vele. Már elegem van a kalandokból. Azt hiszem, itt az ideje, hogy valami komolyabb kapcsolat után nézzek. Miről beszélsz? Igazad volt a mosolyjal. A többit később megbeszéljük. AJ, igazán bocsánatot kérhetnél. Mire föl? Én pontosan tudtam, hogy a hátam mögött állsz. Ha? És komolyan gondolod, hogy ezt én el is hiszem? Persze. Nagyon élveztem az előadást. Köszönöm. Kérem.
Párizsban lelőttek egy kanadai diplomatát. Éjjel lőtték le az utcán. Ez biztosan egy terrorista banda műve. Ez nem kétséges. Ez mikor történt? Valamikor ma reggel. Elfogták már a tettest? Egy fickót elkaptak, de nem hozták nyilvánosságra. De nem amerikai volt, ugye? Miért? Nem is tudom. Tényleg nem tudom, hogy miért kérdeztem. Sokan mondták már, hogy kíváncsi vagyok. Mit szólna egy mexikói vacsorához? Foglaltattam asztalt. A nevét kérem. Scott James. Megölni a családot. Nem tudom, hogy miért a tekila az egyetlen ital, amitől nem rúgok be. Lehet, hogy csak a só akadályozza meg, hogy részeg legyek. És ez véd meg attól, hogy a mosdóba kelljen rohangálnom. Nem kötelező elmondania, hogy mi nyomasztja. De az sem kötelező, hogy velem töltse ezt az estét. Köszönöm. Örülök, hogy elhozott ide. Én is. Tudom, hogy csak bókol. Bárki tudja. Ha nem lennék ilyen gyerekes, talán még el is hinném. Tetszett, ahogy a harcművészeti elemeket kombinálta a balettel. Ezt hol tanulta? A harcművészetet? Igen. Nem tanultam. A bátyám éveken át üzte, és valami rám ragadt. Versenyzett is? Nem. Tehette volna, de nem akart. Egy ideig a tengeren túlon tanult, de nem hiszem, hogy ez magát érdekelné. Engem igen. Különben lehet, hogy nem is hoztam volna szóba. Tudja, engem mi érdekel? Miért kötődik ilyen erősen a családjához? A biztonság miatt. Addig fogok a szüleimmel élni, amíg nem keresek eleget. Egy táncosnőnek pokoli nehéz munkát találnia. Jöjjön be. Valaki van itt. Érzem. Már megint. Pedig múlt csütörtökön cserélték ki. Hol lehet? Feküdj! Te jó ég. Ninják. Ez csak ő lehetett. Mert ninják már nem is léteznek. Kapcsolja a rendőrséget. Erre senki nem képes. Senki nem ismeri, csak én. És Sakura. Kilépni! Te! Az első lecke. Észrevenni az észrevehetetlen. És nem bízni senkiben. Amikor beléptetek ide, kötelezettséget vállaltatok, hogy mindennek alárendelitek magatokat. Legyetek akár terroristák, vagy akár egyszerű zsoldosok. Az elsőrendű szabály az,
hogy inkább a halált válasszátok, mint a fogságot. És semmilyen körülmények között nem adhatjátok tovább ezt a tanítást. És nem árulhatjátok el ezt a helyet. Ha mégis megteszitek, a családotokat, fiaitokat, lányaitokat, feleségeteket, testvéreiteket megöljük szánalom nélkül. Te szemét! Ezért most megfizetsz! Ha eszembe jut a tegnapi este, a hideg is kiráz. Akkor ne gondolj rá. Különben is megfogadtad, hogy nem harcolsz többet. Törődj inkább a munkánkkal. Persze, tudom, hogy nem rajtad múlik. Ezeket a terroristákat, ezeket nem értem. Nem terroristák. Ninzsák. Mi az, hogy nem terroristák voltak? Tudod, hogy akit Párizsban elkaptak, az Nancy bátyja volt? Honnan tudod? Megírta az újság. Most olvastam ki az újságot reggelizés közben. Nincs kedvem ma reggel dolgozni. Elmegyek kocsikázni. Hey Scott, háborúban láttunk már rútabb dolgokat is. Miért nem szedsz fel egy lát néhány órára, hogy felejtsél? Ezt nehéz elfelejteni. Tudom a választ. Csak te lehetsz a nincsa. Sakura, a testvére voltál. Ez az! Ne lépj hátra! Ne! Mindig gyáva volt és sunyi, tehetségtelen. Szóval most megkeresi Sakurát. Ezt leveszem innen. Hogy lehettem valamikor olyan állat, hogy lelőttem egy ilyen gyönyörű példányt? Ezek vadbarmok. Én racionális vagyok. Ha elsőre nem nyifannak ki, beléjük eresztek egy második golyót. Kivéve ezt a rohadékot, ezt hagynám szenvedni. Zavarja, ha így beszélek? Miért zavarna? Már megszoktam. Ezen csodálkozom. Megszokta és nem tesz ellene. Nem ítélhet el engem. Mert életem a gyilkolás. Hiszen az olyanokat, mint maga, azért fizetik, hogy öljön az életben maradásért. Láttam tegnap néhány ninját. Gondoltam, maga talán tudja, hányan vannak ebben az országban. Rengetegen. Nagyon őrzik a hagyományokat. De ha tényleg ninjákat látott, kísértetet látott. Tudja, én csak magánemberként érdeklődöm. Akkor rossz helyre jött. Mondja, gyakran látja ezeket, vagy csak néha? Ha megtud valamit, nagyon értékelném, ha értesítene. És mi van, ha nem jutok információhoz? Azt nem hiszem. Miért nem? Én csak ahhoz értek, hogy elsüssek egy fegyvert. Akkor sem hiszem. Tudom. Magunkat vádolni könnyebb. Fanyarul nézni az életet. Ahelyett, hogy örülne, hogy kiugrott. Ebből a harcművészeti baromságból ez nem játék. Persze attól függ, hogy nézzük. Ha megsebesülök, az Isten akarata. És ha ezt így nézzük, az önvád a legkönnyebb megoldás. Kizárok mindenkit, és szarok az egészre. Maga mindig is jól értett a szövegeléshez. Én nem. Maga meg úgy mozog, mint egy gumibábú. Én meg nem. Hé, hey, öreg, mára már befejezted a melót? Nem, van még egy kis dolgom, később visszajövök. Figyelj csak, nem a haverodat láttam edzeni? Nem Scott James volt? Lehet. Szerintem mindenkit megaláz a meccsen. Még engem is. De ő már nem indul versenyen. Ezt nem esélt nekem. Láttam az utolsó meccsét, az, hogy megsebesült, még nem jelenthet semmit. Ezt neki mesed, én már megpróbáltam. Na, szia! Tört! Te jössz! Te jó Isten!
Sokkal izgalmasabb lenne, ha igazi embereket gyakorolhatnak. Fognak. Jó napot. Jó napot. Van egy kis problémám. Tudna segíteni? Megpróbálhatom. Hát ez nem volt egy pontos válasz. Még nem mondta pontosan, miben segítsek. Hát, hülye, egy helyzetben vagyok. Tomnak szoktak hívni. Tom, jó, erre jöjjön. Úgy tűnik, a hátsó kerék kipörög a levegőben, nem tudok tovább menni. Jaj, nekem. Hogy lehetett ilyen ügyes? Véletlenül gondolhatja. Az az igazság, hogy rossz irányba tartottam, és megpróbáltam visszafordulni. Akkor maga mögé állok, és megpróbálom kitolni. Persze csak óvatosan. Ó, az nagyszerű lenne. Mondja, nem lenne jobb, ha én vezetném a maga kocsiját, maga meg az enyémet? Talán magának. Engem inkább a maga biztonsága érdekel, mint a sajátom. Ha gondolja. Maga nem rámenős egy kicsit? Egyszerűen segíteni szeretnék egy gyönyörű nőnek. Maga huncut. Erre hogy jött rá? Benne van a kulcs. Nézze, most nagyon kell sietnem, nem is tudom, hogy köszönjem meg. És remélem, mielőbb viszonozhatom. És ha éppen arra jár, kérem, 4120 Eston. Nézem be egy italra. Örülnék neki. Feltétlenül. Akkor jó. Köszönöm. Igazán nincs mit. Csak ut. Figyelem! Most te jössz! Marad! Már jöhet. Maga mit keres itt? Elhozta a suszkulcsomot. Ó, azt nem hiszem. Én biztos vagyok benne. Miért nem várta meg, amíg visszaviszem a kulcsokat? Akkor mégis itt van a kulcs? Hát ezt nem értem. Maga sejtette, hogy a kulcsokért jöttem. Dehogy is. Leila, idehozná a táskámat, kérem. És vigye ki a kutyát. Gyerünk, kicsi. Nem jönne bejjebb? Nem, köszönöm. És bejönne, ha bevallanám, hogy szándékosan hoztam el a kulcsát? Lehetséges. Remélem is. Köszönöm. Nézzük csak. Kérem, engedje meg, hogy elvigyem. Ez nem nagy kérés. Egy feltétellel. Nem maga vezet, hanem én. Maga Joe Mark? Nem. Nem ismer egy Nancy nevű balettost, és dolgozott a bátyjának? Mit akar tőlem? Csak beszélgetni. De most dolgom van. Egy üzletről volna szó. Viszlát. Várjon már.
Vigyázhatna, hogy kivel áll szóba. Így könnyen bajba keveredhet. Maga se néz ki angyalnak. Ed, tegyétek vissza a kését, öntsétek le Szesszel, és dobjátok be valami csatorna mellé. Tudja, én nem szeretem azokat a fickókat, akik úgy gondolják, hogy nincs értelme hívni a rendőrséget. Régen ismerem már a haverját Scottot. És különben is. Hozzám jár információért. Miért nem bízik bennem? Talán ismerem az indítékait. Kérdezem tőlem olyasmit, amit még nem. Ki ez a kocsi? Az enyém. A papírok szerint nem az. Mit keresett azon a helyen? Hogy hol? Fukjon le! Mi akarom, kik ezek? Én tudom, hogy kicsodák. Azt mondta, tudja, kicsodák. Igen. Az apám néhány kiadó tulajdonosa volt. Európában. És... körülbelül 6 hónapja meggyilkolták terroristák. És mint a tulajdon egyetlen örökösét, megfenyegettek levélben, hogy manipuláljak a tulajdonosi részvényekkel, vagy engem is megölnek. Ezt nem tettem. Persze, azt tanácsolták, hogy hagyjam el Európát, és éljek itt egy kicsit. És miért nem fogadott testőröket? Fogadtam. 2 is. Ők ültek abban a limuzinban. Én azt hiszem, hogy nincs okom panaszra. A legtöbb embernek nincs öröme az életben, de nincs is miért meghalnia. Sajnálom, egy kicsit morbid voltam, és azt is sajnálom, hogy magát is belekevertem. Mit szólna egy jó kis vacsorához? Ezt most vegyem úgy, hogy egyszerre csak megsajnált. Meg lehet. Köszönöm. Szóval, ilyen éberek vagytok ti? Te, és te, és te! Életben maradtok. Te örülhetnél, ha megúsznád néhány sebbel. Te viszont halott lennél! Amikor a test alszik, akkor az agy nem alhat. Mintha hallottam volna valamit. McCartney emberei. McCartney és Justin. Nem az én dolgom fedezni.
Miért titkolózik meg Carne? Csak egy patkány volt. Na és? Megöltem a rohadékot, mielőtt észbe kaptál volna. Semmi különös. Mehettek visszaaludni. Még nem, kérem, köszönöm. Sajnálom, hogy késtem. Ó, semmi baj. Engem soha nem érdekel az időpont. Csak az időzítés. Iszik valamit? Van viszki, vodka, bor? Teljesen mindegy. Nos, a viszki elég hétköznapi, és szerintem vodkát ritkábban iszik. Honnan ismeri meg Carnet? Csak azt nem mondja, hogy nem ismeri. A két testőr, akit felfogadtam, Mekkár embere. És a fickók, akik üldöztek minket? Lefogadnám, hogy őket is maga bérelte fel. Iszunk egyet, mielőtt elmesélem? Talán később. Nem olyan egyszerű erről beszélni, mint ahogy maga képzeli. Azt hiszem, világosan kérdeztem. Tudom. De lehetne velem egy kicsit türelmesebb. Elmondom. Eredetileg meg akartam bízni magát valamivel, de már látom, hogy ez lehetetlen. Mivel akart megbízni? Találjon meg egy embert, Sakurát. Ölje meg. Miért? Mert terroristákat képez ninja technikára. A gyilkolás hangtalan módjára. Valójában hárman vannak. Megdáni a szíriai sivatagban. És Kromosz Görögországban. Tulajdonképpen Megdáni és Kromosz nemrégiben abba hagyta. Éppen ezért megölték őket. Igen, ezért én is tettem valamit. Az egyik esetben pénzt ajánlottam fel, a másikban pedig információt. És mit ajánl fel nekem? Én azt reméltem, hogy majd elbűvölöm, és ezért megteszi nekem. Ez mindkettőnkre nézve sértő. Belőlem hülyét csinál, magából kurvát. Tulajdonképpen már belátom, hogy lehet, hogy jobb is így. Örülök, hogy belátja. Viszlát. Magában nincs semmi emberi. Úgy viselkedik, mint egy jeges kőszikla. Ülj! Hülye vagyok. Nem lehet igaz. Justin megint hazudik. Nem te, Sakura. Nem te. Hé, Szivi, hol van a mogyorú? Mondtam már, uram, hogy a bár túloldalán. Belepusztulod. Most át kell mennem a bár túlsó oldalára. Honnan veszed, hogy Nancy áruló volt? A tánccsoporttal nagyon sokat utazott. Ő szállította a bátyja terrorista csoportjának a pénzt az akcióhoz. És amikor a bátyját lelőtték Párizsban, a lány mindent elmondott a saroknak. Honnan hallottad ezt? Kicsit körülnéztem. Találkoztam egy fickóval, aki ismert téged. Ismersz egy terroristát? Megkárt. Hogy gondolhatta Nancy, hogy egyszerűen kiszállhat a terrorista csapatból, mint egy röplabda csapatból? Vagy egy kézilabda csapatból? Hé, már csak McCarne. Hogy kerül ide McCarne? Ugyanazt a fickot keressük. Egy német terroristát, Johant. McCarne kinyilatta, mielőtt beszélhettem volna vele. Aztán odajött hozzám, és mondott ezt-azt. AJ, mi az Isten történt veled? Hát minden esetre, ami tegnap este történt, az baromira nincs ínyemre.
Hát persze, de egyáltalán nem tartozik se rám, hát se... kire? A zsarukra, a kormányra? Ők nem tesznek semmit. Ez egy nemzetközi ügy. A legtöbb országgal nincs is kiadatási egyezmény. Mondtam már, hogy ninják voltak. Nincsenek. Igen. Csak első osztályú gyilkosok. De várj csak egy kicsit, azok már 1000 éve nem léteznek. Ez még nem jelenti azt, hogy nincsenek. Ugyan, Scott, mi is sokat edzetünk, de a ninják... Nincs az az ember manapság, aki 3 évig dolgozik azért, hogy rúgni tudjon egyet. Ilyen megszállottak már nem léteznek. Jól van, hagyjuk ezt az egészet. Te csak ne akarj lebeszélni. Hát hiába beszélek neked. Én legalább nem csak a seggemen ülök, mint egyesek. Mondd, mit akarsz te? Nem jellemző rád. Most jellemző. Egyszerűen nem tudom tétlenül nézni. És mit gondolsz, mit tehetsz ellenük, ha belekeveredsz? Nem tudom, talán semmit. De nem állíthatják rólam, hogy gyáva vagyok. AJ, mégis mit képzelsz? Legalább kér bocsánatot. Órák óta várok rád odakint, és... Jól van, jól van. Már egy kicsit. Emlékszel, mit meséltél az öregről, aki felnevelt? És hogy nem térhetsz vissza hozzá? Mégis mire gondolsz? Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy mi van akkor, ha ez egy yakuza? Most már el tudom hinni, hogy ninják. Nincs sötét folt a mesterem múltjában. Oké, Scott, csinálj, amit akarsz. Mehetünk. Lép be zsoldos katonának. Igen, megbízást szeretnék. Kihez kell fordulnom? Rendben. A terv szerint holnap érkezik a következő csoport. Mert mielőtt ezek végeznek, itt kell legyen az utánpótlás. Állj! Ez halálos. Ez is halálos. Ez bénít? Ez is halálos. Ez semmit sem ér. Kurka! Az élet tele van veszélyekkel. És nem tehetjük ki magunkat ezeknek. Itt volt ilyen pof meg. Et puis j'en ai marre! J'en ai assez de votre histoire. Mit mondtál? Angolul beszélj. Azt mondtam, hogy szarok én rátok, és erre a helyre! Maga Bidi. Bidi? Ja nem, nem, azok a másik oldalon vannak. Elnézést. Semmi baj. Na jó, kezdjük előről. Walk all around your left hand, lady.
Seesaw around the pretty little dog. Maga Beedy? Mr. Beedy. Jelentkezni szeretnék. Eddigi gyakorlata? Nem sok. Beszél nyelveket? Például arabul? Egy kicsit japánul. Biztosan csak számolni 10-ig. Hozz egy széket. Hadd üljön le. Miért akar jelentkezni? Jól jönne a pénz. Szükség van néhány adatra. Ninjának. Kéznél van a fegyvere. Az álcázás az életeleme. Ezzel kész is. Közénk tartozol. Nagyon köszönöm. Szerintem akkor is csak 10-ig tud számolni. Miért kell neked piszkálódnod? Mert megvan rá az okom. És pedig? A neve nem Steve Colby. Scott James. Ez nem lehet. Miért nem mondtad előbb? Mit fog Dago szólni? Ha érdekli, hogy mit szól majd Dago? Mi az Isten van Scotttal? Többször is hívtam, és soha nem hívott vissza. Figyelj, Sárki, ne tőlem kérdezz, jó? Miért? Mindenki tudja, hogy csak te rád hallgat. Büszke vagyok rád, AJ. Rávezettél az útra. Tudom a dolgom. Szembeszállok Sakurával. Még ha testvérek voltunk is, miért választotta a rossz utat? Kéri bocsánatot a bátyától. Semmit sem kérek. Egyedül én érdemlem meg. Disznó. Sakura! Nincs benned önfegyelem. Semmibe veszed a tanításainkat. Ettől a naptól kezdve nem akarom hallani a neved, és nem akarlak látni. Elűzlek innen, és kitörlöm még az emlékedet is. Üldözni fog, de te soha ne keresd. Meg se próbáld. Ő többé nem a bátyád, hanem halálos ellenséged. Mester, én nem értem. Ha a győzelem ide vezet, miért versenyzünk?
Zavarna egy hölgy társasága? Hogy? Azt kérdeztem, zavarná-e egy hölgy társasága? Üljön le. Köszönöm. Ha ez vigasztalja magát, nem maga az egyetlen, akinek lelki problémái vannak. Ez nem vigasztal. Én nem gyakran ismerem be, ha hibázom. Tudom, hogy fájdalmat okoztam, amikor megemlítettem Sakurát. És alapvetően sajnálom, amit mondtam. Szeretnék hinni magának. De nem megy. Nem akarja eléggé. Ha Sakura jó ember lenne, és megölték volna, ahogy az apámat, nem akarna bosszút állni érte? Talán, de nem szoktam mások felett bíráskodni. Pedig az a törődés egy fajtája. És ha törődünk valakivel, közelebb kerülhetünk hozzá. De azt hiszem, Sakura ezt kiölte magából. És magából is. Nagyon elkényeztetett gyerek voltam. Soha nem tudtam elképzelni, hogy törődjek bárkivel, de most már tudnék. Meg akarok változni. Sok szerencsét. Kösz a bátorítást. Azt hiszem, jó irányban haladok. Én nem. Ez fájt. Azt kétlem. Hát persze, hogy kétli. Be akarom fejezni ezt a játékot. Elegem van magából. Legalább ebben segítene. Már mindenütt kerestelek. Justin, bemutatom AJ-t. Nagyon örülök. Üdvözlöm. Csak nem zavarta meg valamit? Nem, semmit. Mi az oka, hogy eddig dugdostad? Miért dugdosott? Szabad a pálya mindenkinek. Mit szól hozzá? Egy pezsgő nagyszerű nyitás lenne. Rendben, akkor én már is megrendelem. Én nekem most mennem kell, későre jár. Később beszéljünk, jó? Jó. Maga itt él, vagy csak átutazóban van? Csak átutazóban. Jó. Csak figyelmeztetésül. Hátralévő életükről, tetteikről és gondolataikról is tudni fogunk. A tanfolyam bármi nemű megsértése halállal büntetendő. Sayonara. Ki az? AJ. Azt mondtad, beszélni akarsz velem. Igen, kíváncsi vagyok, Justin. Mit mondott neked? Semmi különöset. Csak néhány órát töltöttük együtt, de rengeteg pezsgővel. Mondok én valamit. Ebben a nőben minden benne van. Inkább nem éljülj el benne, mert őt csak saját maga érdekli. Csak egy embert mutass, aki kihagyná ezt a nőt. Ne keverd össze a szexet az érdekkel. Honnan veszed, hogy ki akar használni? Az eszedbe se jut, hogy tetszen neki. Ebben az esetben tévedsz. Scott, amióta csak ismerjük egymást, nem tudok rosszabbat elképzelni, mint hogy elveszítselek. De attól még más is érdekelhet. Te részeg vagy. Ezt láthatod, amikor beléptem. Hé, most jutott eszembe. Miért nem hívod fel Sharkit? Csak azért, mert nincs semmi dolgom vele. Dákó még nem vezet hozzá. De ha belépek közéjük, talán közelebb jutok. Thank you.
Nézd, Dago! Miért nem térhetek vissza a csoportunkhoz? Azt hittem, hogy Sakura táborából nagyobb önfegyelemmel térsz vissza. Ha megpróbálod megváltoztatni a véleményemet a módszereikről, akkor... Észre sem vettem, hogy van véleményed. Megjöttek az újak. Gyere és nézzük meg őket. És mi lesz? Menj már! Üljetek a padokra! Na mi lesz? Leülni? Na figyeljetek! A kiképzés után bevethetünk benneteket Dél-Afrikában, Közel-Keleten, és előfordulhat, hogy Közép-Amerikában is. Aki a nevét hallja, oda kiáll. Hallgat és nem kérdez. A kérdéseket mi tesszük fel? Steve Colby, lépjen ki! Steve Colby, ez az igazi neve? Számít az? Nem. Volt már büntetve? Vagy van maga ellen eljárás, Mr. Colby? Nem. Akkor mi a fenét keres itt? Elég jó nevem van a szakmában. Gondoltam, veszek egy-két különleges leckét, ami növeli az ázsiómat. Miféle különleges leckét? Úgy hallottam, ön ismer egy bizonyos Sakurát, aki tanítja azt a ninja stílust. Szeretné megtanulni. Fogalmam sincs, miféle ninjáról beszél. Fiúk, ti tudtok valami ninjáról? Ez valami új japán humor? Sajnálom. Attól tartok, teljesen hiába valóan jött ide. Nagy kár. Nem feltétlenül. Talán tarthatna nekünk egy kis bemutatót. Persze csak akkor, ha valóban olyan jó. Talán majd máskor. Hé! Hey! Nem mondtuk, hogy elmehetsz. Érthető? Te szemét! Most szétrugom a segged! Csak próbáld meg! Jól van, jól van. Látjuk, hogy mit tudsz. Nem kell mindenkit szétverned. Most már elmehetek? Igen, mehet. És vissza se jöjjön. Szedjétek össze! Dago, Scott James járt itt, ami ugyan nem volt meglepetés, de említette Sakura nevét. Ki tanácsolhatta neki, hogy ide jöjjön? Veszélyes lehet ez a nő. Meg kell ölni. Választ akartál? Megkaptad a választ. Miért nem szereti Hamletet? Mert szerintem döntésképtelen. Mindent, amit akar, elkapkodja, és nincs benne rendszer. Hát igen, ez egy igazán érdekes felfogás. Na, most mi a baj? Semmi. Semmi, csak... Egy perc, és rögtön összeszedem magam. Ugyan, mondja csak el. Nem, kérem. Ha nem mondja meg, mi a baj, nem tudok segíteni. Ne haragudjon, csak már belefáradtam a rettegésbe, csak folyton félek, hogy mit akarnak. Kik és mit akarnak? Csak ölelját, ölelját.
Nincs még elege a szaladgálásból, ahelyett, hogy valami hasznosat tenne? Mit vár tőlem? Egyenes választ? Nem várok semmit. Azt mondta, a dolgok mögé akar látni. De ez bizony ki is kéne harcolni. Ez tanács vagy bölcselet? Mióta játsza már ezt a magánnyomozósdit? Ez a magánnyomozósdi nem éppen játék. 3 éve. Hát azt hiszem, nem véletlen ez a kitartás. Ezért megyek holnap Seattle-be. Miért nem marad inkább itt, hogy körülnézzen? Itt is utána nézhet a dolgoknak. Össze kell szednem magam a következő utamra. Csak nem akarja meglátogatni Taylort. Ki az a Taylor? A terrorista csoportok támogatója. Csak nem hiszi, hogy ezek az idióták maguktól találják ki az akcióikat. Tudja, Dagó nem több, mint egy megbecsült munkaközvetítő. Őt nem érdekli, hogy kiket és hogyan közvetít. És az sem, kiket vesznek fel arra a helyre. Taylor viszont... Taylor pénzeli a terroristák kiképzését. Köszönöm, de ez számomra teljesen érdektelen. És még sok ember számára. Amíg ártatlan emberek újabb csoportját el nem rabolják, túszul nem ejtik, vagy meg nem ölik. Szeretem, hogy olyan természetesen kezeli a dolgokat. Valakinek kell. Jut nekem még egy kis krumpli. Takarodj a sor végére. Ne is mondja. Tudom, mit keres. Egy átmeneti kabát Prém Gallérral, ugye? Mit beszél? Vagy nem átmeneti kabátot keres? Aha. Kérem, forduljon meg. Tiszta bőr, eredeti. Finom hölgyeknek való, elhiheti. Nos, mit óhajt? Beszélhetnénk 4 szem közt? Próbáljanak meg egy másikat. Jöjjön. Erre. Szóval, mit tehetek önért? Egy Sakura nevű emberről szeretnék információt. Sakura? Szörmében utazom, nem műszaki cikkben. Sakura embereket képez. Dagó közvetíti őket. És maga pénzeli mindkettőjüket. Igen. Igaza van, ismerem mind a kettőt. Tudja, valaha volt egy öcsém. Isaac. Fiatal és egészséges. Megölték a Müncheni olimpián. Elhatároztam, hogy igazságot teszek. Mondok én valamit. A bosszú még kevés. Mert hogy... A terroristák őrültek. A zsoldosokat megértem, de a terroristákat... Hol van Sakura kiképzőtábora? Kérdezze Dagót. A kapcsolatunk üzleti jellegű.
és az üzletben nem szokás kérdezősködni. Csak azt, hogy mi mennyibe kerül. Barátom, mielőtt elindul megváltani a világot, elmondanám, a világ nem akarja, hogy megváltsák. Csak azt, hogy békén hagyják. A magáé talán, de nem az enyém. Nem láttad ma AJ-t? Ne kergess már az őrületbe. Tudod, hogy Isten áldotta tehetséged van. Fogalmad sincs, mennyi pénzt kereshetnél. Engem nem érdekel a pénz. Legalább adj esélyt magadnak. Legalább gondold át, miről beszélek. Mondtam, Sárki. Már nem érdekel a profi bunyó. Egyszerűen edzeni szeretnék. Jól van, feladom, feladom. Gyere, beszéljünk azzal a Bob gyerekkel. Tényleg azt hiszed, hogy ígéretes? Képes leszek rá. Harcolhatok még. Erre nem szabad gondolnom. Ez nem vezethet jóra. Fegyelem. Összpontosítás. Miért ezt a fegyvert választottad? Miért? Csak nem félsz tőle. Talán. Te mit keresel itt? Dago küldött ide egy aktáért. Tudod, hogy ide tilos bejönni. Nem tetszik a viselkedésed. Hogy kéne viselkednem? Nyaljam a seggét Dagónak? Ebből a helyből gyilkos képzőt csinált. Hé, itt mindenkire vonatkoznak a kiképző tábor előírásai. Nagyszerű. Dago most adott parancsot egy egyiptomi munkára. Tudod, hogy mi van ott? Ez neki rengeteg pénzt jelent, de a bőrömet én viszem a vásárra. Úgyhogy szállj le róla. Add ezt ide. Vigyáznom kell rá. Felelős vagyok érte. Én vagyok a híd. Még nincs késő. Minden rajtam múlik. Segítenie kell. Jobb lett volna úgy, hogy kérem. Csak azért van ez itt, mert félek magától. Ez egy marhaság. Ha bántani akarna, nem tudnám megakadályozni. De mégis, mit is akartam? Az a lényeg, hogy miért is vagyok itt. Higgy el nekem, hogy nekem erről fogalmam sem volt. Azt akarja mondani, hogy Dago módszereiről? Leülhetnénk. Eltart egy ideig, míg elmesélem. A lány, aki megszökött, az már az ötödik ember, Dago. Tudod, mire gondolok? Előbb-utóbb mindegyik megszökik. Mi a fenéről beszél itt nekem? Hát, képzeld csak el. Ha minden Sakuránál végzett harcosod elszökdösik, akkor előbb-utóbb bezárul. Sakura fanatikus. Én üzletember vagyok. Attól függ, mennyit ér magának ez a kis beszélgetés. Azonnal intézkedem, hogy likvidálják a lányt. Már késő, barátom. Sakura kivégző osztaga már dolgozik rajta. Szóval ettől van beszarva. Azok fanatikusok. Lehet, hogy igazad van, de ez akkor is veszélyes. Mert egy-két ilyen incidens, és Sakura szedi a sátorfáját, és akkor nem fogja többé kiképezni az újoncainkat.
Azt akarja, hogy rendezzünk egy jó kis vérfürdőt? Erre te úgysem vagy képes. Mindenki, a szüleim és a családom nem csináltak semmit, csak vegetáltak. Tőlük bármi történhetett a világban, nem érdekelte őket. Én tenni akartam valamit, élni akartam valamiért. Hát így kerültem el Dagohoz, és Sakura táborában kötöttem ki. Nem segíthetek. Mindenki feleljen a saját tetteiért. Az Istenit! Nem kellett volna ide jönnöm. Maga sem jobb náluk. Scott, kérem, nyisd csak ki! Sajnálom, hogy így betörtem, de segítenie kell. Nem látta AJ-t? Nem, miért? Azért, mert... Ki ez a nő? Az mindegy. Mondok valamit, ami nem fog tetszeni. Hallgatom. Nem találom AJ-t. Találkoznunk kellett volna, de szerintem Sakurát ment megkeresni. Itt? Ne engem vádoljon! Még nem is volt rá időm. Én nem kértem meg erre őt. Vagyis lehet, de mégsem. Igaz, hogy beszéltem neki róla, de nem így akartam. Hogy kergette bele, az mindegy. Meg akart bízni valakit. Hát megtalálta. De én magát akartam, mert csak maga képes rá. Kérem, segítsen megtalálni. Hát ennyire fontos magának? Jól van! Ha hiába beszélek magának, majd én megtalálom! Ha maga sem, akkor majd én! Mondja meg, hol van Sakura tábora? Nem tudom. Megpróbálhatom, de... Miért nem ott képezték ki? Ott képeztek ki, de egy kicsit komplikált lenne elmagyarázni. AJ, hát még nem mentél el? Most indulok. Adjál Scott Jamesnek. Igen, uram. Ne tedd! Miért nem? Én többre megyek, mint a zsaruk. Persze, tudom, de ezt nem kell bizonyítanod. Magamnak is tartozom ennyivel. De ez akkor se a te dolgod, hanem Scotté. Ne légy hülye. Fogalma sincs, hogy hova indulsz. Ha most Scott menne el, őt is visszatartanád? Ez nem játék, AJ! Megtárn! Az Istenit, AJ, fogalma sincs, hogy mire vállalkozol! A reptérre. Fiúk! Kapjátok el! Annyira fázom. Marion! Az Istenit magának. Hogy engedhette, hogy megöljék? Elkéstünk. Főnök, sajnos meglógtam. Telefonálj Jamesnek, mondd el neki, mi történt. Kérdezd meg tőlük, mit láttak. Nézze csak! Nyüzsögnek odalent a zsaruk. Halló? Megyek. Várjon meg. Tudja, mit tartok a keleti gondolkodásmódról? Hogy párhuzamos? Például, ha valami nem történt, semmi sem történt. Nem fárad bele, hogy mindig kioktat? Utálom is magam érte, de tudom, meddig mehetek el. Sakura már akcióba lépett. Most hová megy? AJ után. Már késő. Fél órája indult a reptérre. Nem csak egy gép indul. Akkor is késő, már túl nagy az előny.
Csak abban bízhat, hogy AJ nehezen találja meg Sakurát. Hol van Sakura tábora? Mondják, hogy Venezuelában, de azt is, hogy Brazíliában. Szerintem inkább Közép-Amerikában. Nincs szüksége testőrre? Majd szólok. Remélem időben. Megmondja, hol van Sakura? Jól van. Megmondom, de én is magával megyek. Pihenje ki magát. Reggel indulunk. Tudnia kell, hogy Sakura tart valakitől. Én is. Elouette, gentil elouette. Valami zajt hallottam, nincs valami baj? Jaj, nagyon sajnálom. Tudja, hogy van ez. Nászutasok vagyunk. Ja, vegye úgy, hogy nem szóltam. Persze, semmi baj. Mondtam, hogy várd meg, míg közelebb jön. Szólj a fiúknak, hogy takarítsanak ki. Szóval most megkeresi Sakura táborát. De csak azért, hogy megállítsa AJ-t. Így van. Mindig az üzlet. Mint mindig. Mennyivel jobban érezném magam, ha valaki megölni. Elmehetnék szabadságra. Miért is ne? Miért? Mit keresek én itt kora reggel? Na, gyerünk. Várjon már, még el se készültem. Kell még vennem ezt meg azt? Használhatja a samponomat. Csöndet! Érzem, hogy jön. Várom.
és felkészülök. Mégis merre Közép-Amerikában? Nem tudom, elfelejtettem. Hé, senyor! Mégis melyik országban? Már békén, nem tudom. Mondja már meg! Mégis hol? Van egy kis léje. Mi? Pénze. Hát persze. Jöjjön. Na végre. Akkor minden rendben van. Milyen hosszú az út? Csak néhány óra. Itt vagyok. Miben segíthetek? Tudja, hogy goromba volt velem eleinte? Sajnálom, nem volt szándékos. Tudom, hogy nem én vagyok a legalkalmasabb társ ebben az ügyben. Tudja, még soha nem öltem meg senkit. Mindenki bántja másikat. Kivéve Jimmy Sutless-t. Ő még tőlem is úgy félt, mint egy boszorkány. Miért maga egy boszorkány? Nem egy boszorkány, a legfőbb boszorkány. Miért ezt nem vette észre eddig? Milyen messze vagyunk? 60 vagy 70 mérföldnyire. Nekem fontos, hogy mit gondol rólam. Én azt hiszem, magának tartalmasabb az élete, mint nekem. Ezt hogy érti? Vajon Sakura miért ilyen kegyetlen? Van-e apja vagy bátyja, akire felnéz? Mert ez fontos dolog az életben. Úgy értem, ha az embernek számít az, hogy honnan jött, akkor egész másképp éli az életet. Ez így van. Most már aludjon. Nem akarja, hogy közelebb menjek.
Semmi keresni valója nincs itt. Ha holnapig nem jönnék vissza, tudod, hol keresd meg Kant? Nem értek egyet veled, de itt maradok. Nézd, én onnan jöttem. Én választottam ezt az utat, és tudom, mit kell tennem. Végül is én is hozzájuk tartozom. Tétlenül néztem kétségbeesésüket, nem segítettem, és ezt soha nem tudom megbocsátani magamnak. Még megteheted. De nem itt. És nem most. Sajnálom, hogy ide jöttél. Ha ezzel ki tudlak hozni, meg fogom tenni. Megölöm a testvéremet. Miért, Sakura? Miért kell halállal végződnie? Vár meg itt.
Jelentsétek a bőrötöket! Tűnjünk el! Fusson ki merelát! Ne ölt meg! Újra látlak. Scott! AJ! Te jó ég, Scott! A szentségit! Ez az én harcom! Én választottam! AJ! Ismered az utat. Sakura! Engedd el! A barátod itt marad. Yeah!
Rohadt szemét disznók! Itt. Miért? Csak nem öletjük meg magunkat. Nem gondoljátok, hogy cserben hagyjátok a barátaitokat? Mi? Tehogy. Szálljunk. Jó.
most végre eldönthetjük. Ki a jobb? Engem többé nem gyötör, Sakura. Meg foglak ölni. Ez az első utad egyedül. De minden vakonban bűnös. Maguk megőrültek. Csöndet! Kapják el! Ha odamész, jó a vigyázz. Saját törvényeik van. Nem megyek sehová, amíg meg nem tudom, hogy hol van az öcsém. Ha visszajön a városomba, öljék meg. Chuck Norris, Terry O'Connor, George Murdoch. Az egész város robot. Országúti bűnös. A hálózatban.